Valószínűleg te is ismered a magas fehérje tartalmú diétákat, amelyek a közelmúltban újjáélettek, mióta az Atkins diéta az 1990-es években népszerűvé vált. Az olyan diétákban, mint a paleo vagy az ősember diéta, változhat a makrotápanyagok aránya, de jellemzően magas a fehérje tartalmuk. A fehérje az egészséges táplálkozás elengedhetetlen része segít az izomzat a szervek és a csontok felépítésében és javításában. A magas fehérje tartalmú étrendek bizonyítottan segítenek a zsír csökkentésében, a fogyásban, a jólakottság, azaz a tertségérzet fokozásában és az izom megtartásban is. A magas fehérje tartalmú diéták azonban számos kockázattal is járnak, amelyekkel fontos tisztában lenni és megérteni. A táplálkozási szakértők nem javasolják a napi ajánlott mennyiséget meghaladó fogyasztást. Amikor kiszámítod, hogy mennyi összfehérjét fogyasztasz jelenleg, vagy mennyi fehérjét kellene fogyasztanod, vedd figyelembe a táplálkozásból, például étel- és italforrásokból származó fehérjét is. Számításba kell venned a táplálék kiegészítőket is, amik jelentős mennyiségű fehérjét tartalmaznak, mint például a fehérjepor. Mik a túl sok fehérjefogyasztás kockázatai? Bármely tápanyag hosszú ideig tartó nagy mennyiségű fogyasztása általában kockázatokkal jár, mint ahogy ez a fehérje esetében is előfordulhat. A túlzott fogyasztás a kutatások szerint bizonyos egészségügyi szövődmények fokozott kockázatához vezet. Az egyébként egészséges emberek számára a magas fehérje tartalmú étrendnek vannak potenciális előnyei. Fontos azonban megérteni a szervezetben lévő túlzott fehérje mennyiségével kapcsolatos egészségügyi problémákat, különösen akkor, ha hosszabb ideig túlzottan magas fehérje tartalmú étrendet követünk. Az egyik ilyen a súlygyarapodás. A magas fehérje tartalmú diéták hirdetik a fogyást, de ez a fajta fogyás csak rövid távú lehet. A feleslegesen elfogyasztott fehérje általában zsírként raktározódik el, míg az aminósav többlet kiválasztódik. Ez idővel súlygyarapodáshoz vezethet, különösen, ha túl sok kalóriát fogyasztasz, miközben megpróbálod növelni a fehérje fehérjebevitelt. A következő ilyen lehet a rossz lehellet. A nagy mennyiségű fehérje fogyasztása rossz lehellethez vezethet, különösen, ha korlátozod a szénhidrát bevitelt. Ez részben azért lehet, mert a szervezeted egy ketózisnak nevezett anyagcsere állapotba kerül, amely olyan vegyi anyagokat termel, amelyek kellemetlen gyümölcsös szagot árasztanak következő probléma, amit okozhat, az a székrekedés. A szénhidrátokat korlátozó, magas fehérje tartalmú étrendek jellemzően kevés rostot tartalmaznak, ami pedig hosszú távon székrekedést eredményezhet. A víz és rostbevitel növelése segíthet megelőzni a székrekedést. A következő kellemetlen mellékhatás a hasmenés. A túl sok tejtermék vagy feldolgozott élelmiszer fogyasztása a rostok hiányával párosulva hasmenést okozhat. Ez különösen igaz, ha laktózérzékeny vagy, esetleg olyan fehérje forrásokat fogyasztasz, mint a sült hús, hal és baromfi. Ehelyett érdemes lehet megfontolni, hogy szívbarát fehérjéket fogyasz. A hasmenés elkerülése érdekében így sok vizet, kerüld a koffein tartalmú italokat, korlátozd a sült ételeket és a túlzott zsírfogyasztást, valamint növeld a rostbevitelt. A túlsó fehérje okozhat kiszáradást is. A szervezet folyadékkal és vízzel öblíti ki a felesleges nitrogént. Ettől pedig dehidratáltá válhat, még akkor is, ha nem érzed magad a szokásosnál szomjasabbnak. Ez a kockázat vagy hatás minimalizálható a vízbevitel növelésével, különösen akkor, ha fizikailag aktív ember vagy. Függetlenül a fehérje fogyasztástól mindig fontos, hogy a nap folyamán sok vizet ígyunk. Hogyan hat a túl sok fehérje a vesére? Bár a végzett nagyobb kutatások nem hozzák összefüggésbe a magas fehérje bevitelt a vesekárosodással egészséges egyéneknél, túlzott fehérje károsodást okozhat a már meglévő vesebetegségben szenvedőknél. Ennek oka a fehérjéket alkotó aminósavakban található nitrogén felesleg. A károsodott veséknek keményebben kell dolgozniuk, hogy megszabaduljanak a felesleges nitrogéntől és a fehérje anyagcsere salakanyagától. A következő a fokozott rákkockázat. Bizonyos magas fehérje tartalmú étrendek, amelyek különösen sok vörös hús alapú fehérjét tartalmaznak, a különböző egészségügyi problémák többek között a rák fokozott kockázatához kapcsolódnak. A több vörös és vagy feldolgozott hús fogyasztása összefüggésbe hozható a vastagbél, mell és prostatarákkal. Ezzel szemben a más forrásból származó fehérje fogyasztása összefüggésbe hozható a rák kockázatának csökkenésével. A tudósok szerint ez részben a húsban található hormonoknak, rákkeltő vegyületeknek és zsíroknak tudható be. A túlzott fehérje fogyasztás növeli a szívbetegségek kockázatát. A sok vörös hús és a teljes zsírtartalmú tejtermékek fogyasztása a magas fehérje tartalmú étrend részeként szívbetegségekhez vezethet. Ez összefügghet a telített zsírok és a koleszterin magasabb bevitelével. A nagy mennyiségű vörös hús és a magas zsírtartalmú tejtermékek fogyasztása a nőknél növelte a szívkoszorúért betegség kockázatát egy kutatásban résztvevő egyéneknél. A baromfi, a hal és a diófélék fogyasztása viszont csökkentette a kockázatot. Azt is kimutatták, hogy a vörös hús hosszú távú fogyasztása növelheti a trimetilamin N-oxid, egy a bélben keletkező vegyi anyag mennyiségét, amely összefüggésbe hozható a szívbetegségekkel. Az eredmények arról is beszámolnak, hogy a vörös hús fogyasztásának csökkentése vagy elhagyása visszafordította a hatásokat. Végül pedig a magas fehérje és hústartalmú étrend kálciumveszteséget okozhat ez pedig néha csontritkulással és a csontok rossz egészségi állapotával járhat. Mi az ideális fehérje bevitel? Az ideális napi fehérje fogyasztás mennyisége számos tényezőtől függ, beleértve az életkort, a nemet, az aktivitást, az egészségi állapotot, a teljes étrendet és egyéb változókat. A legtöbb esetben azonban a felnőttek számára ajánlott napi fehérje mennyiség a testsúly alapján kiszámolható. A legtöbb minimális fizikai aktivitással rendelkező felnőtt számára a szakértők átlagosan legalább napi 0,8 g fehérje fogyasztását javasolják tessúly kilogrammonként. Ha a hét legtöbb napján, több mint egy órán át elsősorban súlyokkal vagy testsúlyos testmozgást végzel, akkor akár napi 1,2-1,7 g is fogyaszthatsz tesúj kilogrammonként. Egyesek azonban, köztük az élsportolók, akár 3,5 g is fogyaszthatnak tesúj kilogrammonként mellékhatások nélkül. Általánosságban a szakértők is úgy vélik, hogy a legtöbb egészséges felnőtt szervezet hosszú távon elviseli, ha naponta 2 g fehérjét fogyaszt tessúly kilogrammonként. Összességében fontos, hogy egészséges, kiegyensúlyozott étrendet köves és aktív életmódot folytas. Állítsd össze a terved a céljaid eléréséhez, legyen szó akár fogyásról, akár izomnövelésről, mindezt úgy, hogy az a legelőnyösebb legyen az egészséged számára és hosszú távon tud fenntartani. Ha tetszett a videó, és szeretnél értesülni a csatorna új tartalmairól, akkor iratkozz fel.